Jó reggelt kívánok! Mára viszont már sem tudtam vendéget, úgyhogy egyedül leszek. Minden rendben van? Jól vagytok? Kezdjük el! Na, ennyi poharad van ma megint. Zsolti az állva ült itt, vagy mi történt? Így most, így jól haladsz. Jó lesz. Nem akarod felkapcsolni a lámpákat amúgy? Tessék, most elősz. Akasztják a riportert. Whisperton visszatért. Kibékült az Antifa és a betyársereg. Felkészítünk az állásinterjúdra. Tegnap voltunk egy ilyen színházteremben, ahol elpróbáltuk a technikai dolgokat, ott még rájöttünk pár dologra, például arra, hogy kéne készülni az előadásra. Nem világmegváltásra, de próbáltuk, hogy ne csak beszélgetés legyen a színpadon, egyel tovább gondoltuk. Reméljük, hogy jól fog elsülni, de azért nyilván lesz egy csomó beszélgetés része. Úgyhogy mi már nagyon készülünk. Csütörtökön este Miskolcon találkozunk veletek, aztán meg majd pénteken este Debrecenben, aztán szombaton Szegeden. Úgyhogy ez elég sűrű pár nap lesz. Ja, holnap reggel még egy adás lesz, és aztán indulunk Miskolcra. Pénteken ilyen meglepetés lesz, nem? De az lesz a meglepetés, hogy csak nincs műsor. Az a legkedvesebb meglepetés. Töltsétek az, hogy a kikapcsolt monitort nézitek, és elgondolkoztok azon, hogy mit csináltok rosszul az életetekben. Én ezt tudom javasolni. Ez egy jó vidám péntek lesz. De lesz hétvégén fókuszcsoport rész is, szóval itt azért ez egy csonka hét, de még így is 5 videó kijön. Azt el akartam mesélni, hogy mostanra így részletekben végighallgattam a Gulyás Márton felkérdezést, hogy mondjam, a Puzsér Gulyás vitát, hogy mondjam, Csoki? Istenem, hogy nem tudtad, csak egy nem szót tudom, találtál mert el ebből három. Gondolkoztam, hogy Gulyás. Hogy mondjam, hogy mi volt címe. Felkérdezés napja volt, nem? Igen. Hogy micsoda. De jó, végül is a Puzsér szőnyeg szélére állította a Gulyás Marci. Figyelj, voltak néha, amikor így már frusztrált, akár mondjuk a Puzsér, amikor ugyanazon lovagolt, és úgy éreztem, hogy nem akar megérteni valamit. Nem mindennel ért az ember egyet, de szerintem azért hiánypótlóan olyan értelmes beszélgetés volt, ami amúgy azért a magyar interneten nem mindennapos szerintem. És tudom, hogy van, aki azt mondja, még láttam kommentet, hogy jó, nem lett bekérdezve semmi a Marciak, nem tudom, mit vár még ezek után, de mit kellett volna, szerintem ez egy azért normális felkérdezés volt. Ezt nem lehet szerintem azt állítani, hogy kemény kérdések. Nem lehet azt állítani, hogy ez egy ilyen megrendelt, azért, mert valaki, de ő tényleg kíváncsi lennék, ha odaülne, akkor mit kérdezne, hogy kurva anyád, és akkor jó, megmondtam. Miért nem adja a Gulyás Marci az összes pénzét csöveseknek? Ja, az is egy jó kérdés. Ez lehetne egy valid kérdés, ezt nem tette fel a Robi. De amúgy tényleg ráadásul olyan kérdések is elhangzottak, amiknek a jövőben azért még nagy jelentősége lehet, hogy akkor a tévét vezetne, vagy hogy akkor hogy gondolja a Partizánnak a jövőjét, hogy szeretne politikai szintéren szerepet vállalni, és nem biztos, hogy mindenki ezt kérdezte volna meg a Marcitól, hogyha oda tud ülni, hanem igen, az, hogy a nő el, vagy nem tudom. De mindenki olyan okos amúgy, amikor így messziről kell megítélni, hogy milyen odaülni valakivel, és szemtől szembe beszélgetni egy színpadon, amit több százezren néznek. Az a baj, hogy tudod, vannak ezek a szituációk, hogy van egy vita, és akkor utólag nagyon okosnak hiszed magad. Bázeg, ezt kellett volna mondanom. Ezt mindenki érzi. Csak ilyenkor ezek az emberek azt gondolják, hogy ők pont ilyenek lennének, ilyen nagyon okosak lennének utólag is a színpadon, de ez azért én örülnék, hogyha mondjuk a Gulyás vagy a Puzsér szintjét tudnám hozni a színpadon, és nem még az, hogy ezek az ilyen kommentárok, nem is csak vizé, nem mondod semmi kérdés. És miért? De ilyenkor sose írják oda, hogy mit kellett volna kérdezni. Mint amikor nekünk leírják kommentek, hogy ti ostoba seggfejek vagytok, és sose írják oda, hogy miben tévedtünk, mi a jó információ, vagy ha igen, akkor ne izét linkeljétek az orosz propaganda oldalakat. Ez mindig olyan kívülről olyan nagyon okos az ember, csak mindegy érdekes. Amúgy nem tudom, tehát nyilván amikor valaki leír egy ilyen kommentet, hogy ez egy szar beszélgetés volt, mert nem tudom, szar kérdéseket tett föl mondjuk a Robi, akkor teljesen érdemes átgondolni, hogy mi lett volna a más kérdés, amit feltett volna, és amúgy nyilván egy csomó kérdés van. De ha más kérdést tett volna föl, akkor meg ezek hiányoztak volna, és akkor meg azért ugatnának. Igen, de lehet, hogy ez sokkal fogadni, kevesebb embernek hiányzott volna, mert például arról nem, senki nem is hallott, hogy akkor most a... De Csoki most úgy csinálsz, mint csak pozitív visszhang van kb. A kommentekben. Szóval nagyon népszerű volt. Az, hogy van pár ember, aki csak odanyögi, hogy gratulálok, ezért lesz megint Fidesz 2/3, és akkor itt tovább megy, és minden videóhoz odanyögi, az nem egy valid kritika szerintem. Nyilván nem tökéletes semmi, el kell fogadni, de szerintem az egy nagyon érdekes beszélgetés volt, és igazából inkább az, ami tanulság volt nekem, hogy lehet finomkodni a Megafonnal, meg a Pesti TV-vel, de hogy egy ilyen beszélgetés után annyira olyan szellemi fölény van bizonyos térfeleken, hogy egyszerűen most nézd, bármilyen Megafon, vagy Pesti TV, vagy a Bajárék Sóját megnézed, egyszerűen, és ehhez összehasonlítod, mint a ég és föld.
Hát a Bayeréknál keményebb kérdések azért elhanganak, nem? De csak az a furcsa, hogy nem igaz, hogy nem lehet abban a térben, és el tudsz képzelni egy ilyen intelligens párbeszédet egy pesti tévén. De közben ilyenkor meg biztos majd kiveszik a soundbite-okat, de hogy ilyen kérdéseknek a 10%-át sem mennék föltenni a saját, hogy mondjam, akikkel alapvetően szimpatizálnak. És ez olyan érdekes, hogy még most is szerintem szellemi fölényben érzik magukat, miközben olyan alacsonyan vannak ehhez képest, a névhoz képest, hogy egy ilyen beszélgetés után nem tudod ezt a szőnyeg alá sopörni, ezt a szellemi különbséget. Hát ez ebben szerintem, tehát ez két dologból indul. Az egyik az, hogy, vagy itt két külön dolog van, az egyik az, hogy nyilván mivel ők egy pártpropagandát hirdetnek, én múltkor megnéztem a Kétfarkú Kutyapártnak a YouTube csatornáján van egy videó, ahol csak így ki vannak szedve egy ilyen, nem tudom, 6 vagy 7 párti ilyen beszélgetésből, azok a részek, ahol a kutyapártosokról beszélnek, vagy a Kovács Gergő beszél. És azt vettem észre, amit nyilván mindenki észrevett, hogy a Kovács Gergő ő csak így beszél normálisan, mint egy értelmes ember, és ott van mindenki más, aki pedig valamilyen párt érdeket próbál képviselni. És hogy így elveszíti végül is valahol a saját jellemét, és hát nem fog tudni olyan kérdéseket föltenni, olyan válaszokat adni, amit egy értelmes embertől amúgy el lehet várni, azért, mert ő egy pártot képviselott. És úgy, ahogy egy politikus egy pártot képvisel, ugyanúgy a megafonosok, a pesti tévések is sajnos egy pártot képviselnek, és így alapból nagyon nehéz, hogy bármire, nagyon nehezen tudnának bármire egy egyenes választ adni, de inkább nem tudnak. A másik kérdés az az, hogy sokkal inkább ezt a kocsma előtt kiskevertel, könyöklős, cigizős, mellette hellenergiaital így kibontva, és abba hamuznak. Egy ilyen kulturális nívót szeretnének képviselni, de közben úgy, hogy ők azért a Four Seasons-be reggeliznének. Azonban nem ilyet szeretnének képviselni, ilyet képviselnek. Hát igen. Azt képzelik, hogy közben okosabbak mindenkinél. Persze, mert az egyszerű paraszti gondolkodással ugye mindent meg lehet oldani, például a cent is. De és ez a másik, ami feltűnik, hogy az, hogy önreflexív legyél, hogy önkritikád legyen, ezt is nagyon hiányolom egy csomó helyről, és itt láthatóan a Marcinak is volt önreflexia, önkritikája, és ő is láthatóan egy csomó dologban mondjuk így nem biztos és örlődik, de egy Bohár Daninál sose látsz egy olyat, hogy igen, ezt nem tudom, ebben elbizonyítottam, igen, ez kifejtéstelen, hanem csak a Fidesz propagandát böfögi föl, és legkésőbb mostanra tényleg azt látod, hogy ott van a felnőttek beszélgetése, mivel lehet egyetérteni, meg nem, de legalább van valami beszélgetés, van valami téma, van valami konfliktus, és közben úgy látnám, mintha a Dák Danék, meg ezek, mintha óvodások így próbálnának beleszólni a felnőttek beszélgetésre. Ez ekkora ilyen, de méghozzá nem is olyan óvodások, akiknek még a témához sincs köze, és így nem igaz, hogy ezt a szellemi szakadékot ezt nem veszik észre. De én ebben egyetértek veled, hogy ezek a propagandisták és a Gulyás Marci Puzsér vita, ez tényleg úgy viszonyul hozzá, mint amikor felnőttek beszélgetnek, és ott a gyerekek meg a rohangásznak a csatogos repkőkkel, meg így dobálják egymást, és akkor jó, kussoljál már, bazd meg. Mellette amúgy sajnos van egy ilyen ugye régi társadalmi berögződés, hogy van ennek az országnak egy magát szürkállománynak kijelentő rétege, aki azt mondja, hogy ő valójában a felnőtt és értelmiségi réteg ebbe az országba, mindenki más az csak menjen játszon a porban, meg nem tudom, majd ő eldönti, hogy az országnak merre kell mennie, és erre viszont jól éreznek rá ezzel. Tehát hány ember könyököl a kocsma előtt és hamuzik a helles dobozba, és hány ember ül a színpadon és beszélget egymással ilyen kimérten, és mindenkinek a szavazata egyetér. Nekem az a problémám ezzel, hogy az az ember, aki a kocsma előtt könyököl és a helles dobozba hamuzik, ő is egy jobb országba szeretne élni, ő is azt szeretné, hogyha a gyereke egyetemre járhatna, hogyha egyetemre akar járni, és jó munkája legyen, és ne kelljen ügyeskednie, és ne kelljen lopnia, csalnia, hogy valahogy megéljen ebbe az országba, egyről a kettőre jusson, meg nem a Krupolák Karcsi bácsinak kell mindenképpen odaszólni a régi TSZ elnöknek, hogy vegyétek már föl a Pistikét, mert jó gyerek. Mindenki ezt szeretné, csak külsőségekben meg ezt hallják meg, hogy a pesti tévé az úgy szól hozzájuk, ahogy ők egymáshoz szólnak a kocsmában. De ez a jó, Ádám, hogy ezt a nyelvet, ezt, tehát mi is értjük, és mi is beszéljük, meg egy csomóan mások is, ez nem csak az övéké, csak ők úgy tesznek, mint hogyha ki tudnák ezt sajátítani. Inkább az a szomorú nekem, mi ezt belegondolva, hogy úgy érzem, hogy nem is a jobb oldal, de mondjuk a
kormány oldal, az elengedte az értelmiséget. Mesterségesen feltartanak rétegeket, ami a tévében a Bayer, az interneten a Megafon, meg a Pesti szól, és ezt kínálják neked, mint értelmiséginek, hogy lennének amúgy értelmes emberek a kormány oldalon, de mégis ezek vannak előtolva oda, és akkor azt érzed, hogy bazeg, mert nekünk ugye ezt már mondtuk, hogy amikor közös többszörösre elhívnánk, igen, a kormány szimpatizánsokat, nagyon nehéz olyan értelmes, autonóm személyiséget találni, aki nem egy propagandistát akarunk elhívni, nem azt akarjuk, hogy ne üljön oda be a Dák Dani, amúgy se jönne el szerintem, de hogy akkor sem... De vele nem lennénk ki a szarból. Igen, szóval, hogy valaki, akire azt érzed, hogy jó, lehet, hogy szimpatizál a Fidesz-szel, de attól még értelmes, van véleménye, akár beleáll kritikába, hogyha kritizálni kell, de nagyon nehéz. És ezt látod, hogy nincs is igény erre, hogy értelmiséget megszólítsanak, mert nem az a tömeg. Na mindegy, csak érdekesnek találtam, hogy így ment ez a műsor, és a végén is tök értelmes dolgok kerültek szóba. Legalább, hogy mondjam, van ilyen önreflexió, van kritika a baloldaliság irányába, és úgy nézem, hogy a kormánypropaganda meg nem enged semmilyen kritikát, semmilyen önreflexiót, és sosem fogjuk azt megélni, hogy a Deák Dani felkérdez a Bayernnek. Meg ha már Partizán, akkor ajánlani akartam egy videót, mert szerintem méltatlanul kevesen fogják megnézni, attól félek. Ezért gazdagok az Orbán rendszer igazi nyertes. Itt ilyen szociológusokkal beszélgetnek, meg ilyen gazdasági témákról, hogy gazdagszanak a leggazdagabb magyarok, hogy mennyire gazdagodtak, mi lehet ennek az oka. Érdekes adatok is voltak, amin tényleg így megdöbbentem, hogy világviszonylatban bizonyos dolgokban nem fogjátok kitalálni, hogy hogy állunk. Szóval ezt a beszélgetést mindenkinek ajánlom, mert nagyon fel fogtok vidulni tőle azért. Viszont Ádám, ehhez kapcsolódóan van egy hírünk, mert mégis valaki felkérdezett egy jobboldali megmondó ember. Ami meglepő, mert lehet, hogy ismerős valahonnan ez az arc. A Bolzer uraság az utóbbi években sokkal több társadalmi kérdésben de már nem állalt. Ja, már átném ezt a csatornáját, jó. Üdvözlöm Önöket, én Bogos Csaba vagyok, a Pécsi Stop újságírója. Az elmúlt napokban többször ugyanígy mutatkoztam be telefonhívásban Bohár Dániel megafonos influencernek, amikor kérdésekre próbáltam tőle válaszokat kapni, kisebb-nagyobb sikerekkel, inkább kisebbekkel. Ebből mi lesz? Érdekel. Itt valami felkérdezés történt. A felkérdezés napja. Elkapta a Bohár embert. Valaki megtalálta a valódi Bohár ember. Kalendítős fotók bukkantak fel Trombitás Kristóf kollégájáról, aki szintén egy megafonos propagandista. De csak integetett valakinek. Mondta, hogy szevasz, ilyen magas vagyok. De szintén értekezett az ominózus fotó. Ja, amúgy ezek a karlendítősok érdekesek, hogy most azt el tudom képzelni, hogy ez tényleg ciki, de hogy most... 16-7 évesen az ember, hát inkább az nyilván azt, hülye. Nyilván nagyon sokat változtat az ember, szóval azt is lehet, gondolom nem csináltak trombitásáról videót, de elmondhatja, hogy így, meg úgy, meg amúgy nagyon sokat változtat az ember egy évtized alatt, de hát attól még igen ciki. Szerintem ezt azért az is lehet, hogy amikor ilyeneket csinál egy... Meg ő már egy... volt Lipsi is, nem? Azt nem tudom. Melegek jogaira is kiállt már. Trombitás, az egy sokszínű ember. Mindig attól függ, hogy éppen mit kell. Valószínűleg amúgy ilyen korú fiatal ember annyira nincs is tisztában azzal, hogy miért akkora baj ez, látja a polgárpukkasztást, és akkor ezt így. Szóval ez nem olyan, mint amikor a jobbikos politikus 2 évvel ezelőtti auschwitzi képei kerültek elő, ami azért sokkal nagyobb. De amúgy ezen a kényelmes ilyenkor, meg hogy így ráugrani rögtön és szétszedni. Megafonos lennék, ezt csinálnám, ellenkező esetben. Ja, hát ez már valószínűleg már 1 millióan látták volna. Mert ők a jobbikosat nagyon szétszették emiatt, nem? A megafonosok érdekes, nem? De úgy látszik, hogy ez, ha ugyanazt ők csinálják, az már azon nincs gond. Ezzel kapcsolatban próbáltam Dánielt kérdezni, nézzék meg az eredményt. Üdvözlöm, én Bogos Csaba vagyok, a Pécsi Stoptól, csak annyit hadd kérdezzek meg, Dániel, hogy... Pécsi Stop, ez egy létező dolog? Úgy tűnik, csak kitalált az. Trombitás Kristóf kollégájának a kallendítős fotójáról, ennek mi a véleménye? Vissza tudna hívni egy kicsit később, mert pont egy megbeszélésen vagyok, de nagyon szívesen. De fel fogja venni akkor a telefont, tehát erre ígéretet kaphatok akkor, hogyha később... Természetesen felveszem a telefon mindjárt, csak egy másodperc, egy megbeszélésen vagyok, és nagyon kedves. Jó. Pedig egyébként egy egyszerű kérdés volt, de megértem, jó. Akkor később megpróbálom újra. Múlva, ha visszaívna, azt megköszönném. Jó. Megbeszélés.
Persze. Miért? Megbeszélheted, de bár a nép megkapja, hogy miket kell mondania. Van biztos. Gyorsan fel kell hívni a habonyt. Bocsánat. Habony, babony. Ilyen megbeszélése még nem volt, hogy erre mit kell válaszolnom. Még a végén magamtól kéne amit kitalálni. Bohára izé, nincs oda. A riporter. Amit a... retteg az összes baloldali. A baloldali rémálma. A baloldali rémálma. A baloldali politikusok rémálma, bocsi. A szépeken senkinek nem kell félnie. De miért veszi fel a megbeszélésem? Tényleg, én megbeszélésem vagyok, akkor azért, mert ismeretlen szám hívja, arról szokta mindig a habony hívni. Ja, jó. Mindig egy, egy habony álmod, hogy ezt mond, és te eltöri a telefon. Igen. Jó. Kéne pár info a Pécsi stopról nekem, hogy egyáltalán gondolkodjak azon, hogy szóba szeretnék állni a Pécsi. Ez stopról. Sikerült? Ja, értem, jó. Tehát ilyen kitűzésekhez van kötve az, hogy, hogy kinek válaszolsz, és kinek nem. Tehát vannak ilyen, ilyen kritériumok, amiknek, hogyha megfelelek, akkor válaszolsz arra, hogy Trombitás Kristóf kallendítése az, az egy... Pécsi stopnál tartottunk, úgy emlékszem. Tehát... Ja. Édes Istenem, mennyire kínos, Bohár Dániel, a baloldali politikusok rémálma, ez a fülét farkát behúzva, így ennyit sikerült fél óra alatt kinyökögnie, hogy bocsánat, hát meséljen nekem erről a pécsi stopról, mert... De akkor mostantól Bohár Dánnak ennek is mondhatja bárki, hogy bocsi, hova megy ez az anyag, és így... Hú, hát erről nem hallottam. Kérem még. Erről a megafonról egy kicsit, mert én nem tudom. Mi, mennyi az organikus elérés elnézés? A pécsi stopnak is több, nem? Honnan van meg kínos. Az én telefonszámom neked? Te adtad meg nekem a telefonszámodat. Te adtad meg. Igen, és mikor adtam meg a telefonszámodat? Instagramon 2021-ben adtad meg a telefonszámodat. Ja, Istenem. De hát a Bohár Daninak az a munka, hogy mindenkit fölhívjon, mindenkit behalászta a számokat. Igen. És még egy másik riporter nem lesz számunk. Azért, mert ez most már egy szakmai beszélgetés lett, ja. Ádám, hogy te hogy szerzed meg amúgy a pribékek számait? Ja. Nem tudom, hogy értesítette, hogy rögzíti a telefonbeszélgetést, de szerintem Amerikában tilos. Magyarországon is tilos? Igen, azt mondják, itthon is tilos. Hát sok dolog tilosítom, ugye tudjuk. Hát akkor majd a bohár ember a jogállamhoz folyamodik majd a problémás ügyének. Börtönbe jutatja végre Bolzert, ahova való. Igen. Kérdéseket provokál. Átdobod ezt az Instagramos képernyőfotót, amin ott van, hogy én átküldtem neked a telefonszámot. Nem tudom, hogy egyébként ebben a nagyon egyszerű kérdésben mi olyan nehéz, ami alól neked így ennyire ki kéne másznod. Tehát akkor erre soha nem fogsz válaszolni, hogy Trombitás Kristóf kallendítése az számodra mennyire helyén való. Amúgy nem pécsi, a Trombitás Kristóf lehet, hogy azért releváns. De, ja. De ez amúgy kurva kínos ez az egész. Valóban amúgy egy rémálom ez a bohár ember. Ezt az Office epizódot ezt sose szerettem volna megnézni. Hát azért mind a két részről volt kínos dolog, de a igen, Bohár Dani tényleg. Az nem tudom, hogy ez tényleg ez egy, vagy erre még nem kapták meg az utasítást, vagy miért nem tudta erre? Hát azt mondja, hogy elítélem. Vagy az, hogy nézd, a Trombitás Kristóf ennél egy cizelláltabb ember, valóban ez a képhez, hogyha régen ezt gondolta, akkor az elítélendő, és most nem, én úgy ismerem, hogy nem ezt gondolja. Na, az jó. Kész. Csak igen, itt van a központilag irányított rendszerek, azok egész egyszerűen, azok nem képesek a gyors reakcióra, és hát sajnos a bohárnak a gazdái még nem mondták el, hogy mit mondjon. Ilyenkor sajnos annyira nem nagy a szája, mint a szípek eseményen. Most menjünk egy kicsit fontos hírekre. Mit szólsz ahhoz, hogy kezdődik a Miss World Hungary? És erről beszélgettünk a Partizánban, bár ott nem nagyon érzem, hogy kijött ebből bármi, de nem értem, hogy minek vannak még ilyenek, hogy szépségverseny. Most nem, azt gondolom, hogy a közösségi média az nagyjából átvette ezt a szerepet, hogy ott, aki nagyon szép, vagy ki tudsz tűnni a közösségi médiában egy csomószor. De amúgy ezek kevésbé proletár versenynek tűnik, mint a Miss Influencer, de mondjuk az itt nem volt nagy a verseny. Ja, egy fotózásra behívni ezeket a hölgyeket. Úgy képzelem ezeket, mint valami, ilyen, mint a lovaknak így megnézik így a fogaikat, meg minden, így pördüljenek, megnézzük, milyen a segged, milyen a szemed, szád, és akkor így te vagy a legszebb, te szép vagy, te nyerjél. Hát nagyjából szerintem ez van. Hát azt kéne nézni szerintem itt, hogy valaki legalább ilyen nem ilyen tipik tömeg csaj legyen, és akkor az egy érdekesebb lehet. Mert mondjuk, ha egy tipik tömeg csajt küldesz, de hát itt a személyiség is fontos lenne, nem? Ja, persze, igen, gondolom, hogy mennyire hát, fontos. De felteszem, tehát azért a... Nem Csokker, tudom. Kit juttasz tovább, döntsd már! Hát, bazd meg. Hogy... Ezek személyes preferenciák, és akkor az milyen a zsűri valami pont az érdekes, szerintem az ilyen szépségversenyen, hogy azzal nem tűnhetnek ki Magyarország, hogy
Érted, mondjuk vannak szépségek, de hogy sminkkel mindenkit föl lehet hozni egy bizonyos szintre. Nem is azt mondom, hogy smink nélkül, de hogy így minimális, csak így jelzésértékűen, és ez egy szép üzenet lenne a mai világban, hogy a természetes szépséget keresik, mert egy tonna sminkkel mindenki, itt sokkal nehezebb a különbséget látni, nem? Ezt nézem, hogy legalább nem más színűnek a nyakuktól. Vagy hogyha kiküldenénk valami természetes szépséget, aki úgy lép föl, hogy ráraknak egy alapozót, hogy ne izzadjon össze mindent, vagy mert ilyenkor nyilván a színpadon meg mindenféle lámpák izzadnak az emberek, de ha kiküldenénk egy természetes szépséget, azzal szerintem egy ilyen világversenyen is ki lehetne tűnni. A sok agyorsminkelt ember közül, és azt mondanám, hogy ez a mai kornak egy pont egy olyan üzenete, ami lehet, hogy politikailag tetszen a zsűrinek, és akkor megnyernénk. De egy hülyeséget mondom? Én még mindig egy kicsit ezen fönn vagyok akadva, így próbálom keresni az indokát, hogy te miért van szükség amúgy ezekre. És persze az, hogy miért ne lehetne megmondani, hogy ki a legszebb, megválaszolni, meg megszavazni. Hát azt írjátok, hogy természetes szépséggel is az a baj. Mindegy, a természetes szépség ugyanígy beleszól a sminknél is, csak ott nyilván, hát bazeg, a olimpián is, hogy rengeteg munka mellett nagyon sokat számít, hogy milyen génjeid vannak, hogyha mondjuk nem tudom, hogy megnyerd a 100 méteres úszást. A sok munka mellett, de a kiinduló pont, hogy igenis születhetsz olyan génekkel, amire nem hiába születhetsz olyan génekkel, amivel nem tudsz majd jókosaras lenni, stb. Szóval ez az olimpián lehet, a szépségversenyen meg nem, szóval minden, a gének olyan szinten is beleszólnak, hogy milyen okos valaki. Akkor most miért csak a szépség az, amit így lesöpörnek az emberek? De a szépségnél meg az, hogy valaki milyen vonzó, abba is rengeteg munkát bele lehet tenni, az, hogy egészségesen étkezel, sokat sportolsz, ott is lehet azért, hogyha valaki egészséges próbál lenni és sokat sportolni, azért mindenki fel tudja hozni magát egy tök normális vonzó szintre, szerintem, nem? Amúgy szerintem is ez tényleg egy fontos dolog, hogy mennyire rá vagyunk erre fixálódva, hogy a szépség az tényleg csak így dobja a gép, és akkor bassza meg, aki ezzel próbál kitűnni, meg neki könnyű az élete, de aki meg nagyon okosnak születik, arra meg senki nem mondja azt, hogy bassza már meg, hogy ilyen okosnak született. Miközben nyilván ahogy a mentális fejlődéseden, ugye a testi fejlődéseden is ugyanúgy dolgozni kell, és hogyha valaki szépnek született, de butának, mi a fasz csináljon? Ne éljen azzal, hogy legalább szépnek született? Nyilván mindenki abból főz, amilyen van. Igen, de a közepes, vagy akár a rusnyábbik szerencsétlenek, ők is megtehetik azt, hogy legalább ugye nem folynak szét, és akkor valahogy ki fognak nézni, és akkor nem fog rájuk senki úgy ugatni. Ugye ezt itt magam ellen beszélek, hogy el kell kezdeni futni. Mi is ellensúlyozunk a randaságunkat azzal, hogy ordibálunk az interneten hülyeségeket. És ha elég ember egyetért vele, akkor szimpatikusabbak leszünk, és egy kicsivel szebbnek látnak minket. A személyiség az nagyon sokban tudja befolyásolni, hogy milyennek látod az embert. Szóval, hogyha mondjuk van egy zenész, aki nem szép egyáltalán, nagyon sok zenész van, aki nem szép egyáltalán, de mondjuk a zene által nagyon tudsz kapcsolódni a érzelmekkel, amit átad, vagy a mondandójával, stb. Szóval egy csomó ember van, akit a médiában, a zenében, a filmekben minden nem szépek, csak valamiért megfognak a személyiségük, szóval ilyen szinten igenis nagyon sokat lehet befolyásolni, hogyha valaki mondjuk folyamatosan megnevettet, vicces, jó fej, szívesen vagy a társaságába, kapcsolódni tudsz hozzá érzelmileg, az utána sokkal szebbnek látod. Szerintem. Ja, meg az embereknek a túlnyomó része szerintem valamiben átlagon felüli. Nagyon kevesen vannak valószínűleg, akik mindenben átlagon aluljon. És hogyha azt kidomborítja, azzal nem tudom, tehát most nem csak arra akarok kiukadni, hogy akkor így értékesebbnek tűnik mások szemében, de ugye többet is hozzá tud adni a nagy közöshöz, és talán jobban is tudnak hozzá kapcsolódni. Szóval el tudsz képzelni, hogy valaki nem így néz ki, mint egy ilyen szépségverseny győztes, de mondjuk nagyon megnyerő a személyisége, és azt biztos, hogy szebbnek látnád amúgy. Meg vonzóbb lenne számodra, és normális esetben nem csak az és akkor egyetlen, és biztos a személyiség itt, de hát nem tudom, hogy itt ennél a versenyen mennyire a személyiséget, azt mennyire alapul lehet venni. De beszéltetik is őket, hát biztosan lesz, ja, de csúnya, az volt az első komment, de csúnya. Jó. Ez a tipikus, amikor ilyen több szép nők vannak, és akkor utcán mindenhol csak ilyenek vannak, azért na szóval. Csak azt akartam mondani, hogyha ez promotáljuk, hogy ezzel, hogy te szép vagy, ezzel megnyerhetsz egy versenyt, és akkor az majd így önmagában érték lesz. Ez amúgy mondjuk egy modern szakmában valóban így van.
valószínűleg, tehát kell, hogy szép legyen, vagy különleges legyen. Hát meg a modell szakmában nagyon fontos a magasság. Most ez mindegy, csak ja. hogy ez viszont így a mindennapokban ugye hogyan csapódik le. Hányszor láttunk olyat, hogy valaki csak azért, mert mondjuk szép, különleges bánásmódban részesül, mondjuk egy csapatban különleges helyet tölt be egy munkahelyen, és tehát nem a valódi értékén van kezelve a munkája, hanem mivel szép, mivel mindenkinek szimpatikus, ezért túl van értékelve a munkája. És lehet, hogy ez az, ami, tehát akinek mondjuk sok esze van, annak ritkán van így túlértékelve az elvégzett munkája. És így nehezebb egy ilyen negatív érzést hozzácsatolni. Jó, látom már leszarod, Ádám. Nem baj, bazd meg! Hihetlenül gondolatok érkeztek így élő adásba, és akkor... 7 észrevétlen trükk az állásinterjún, amivel próbára tesznek. Ezt gondoltam, ez már be van rakva egy ideje, és biztos mentek állásinterjúkra, hogy gondoltam, hogy megnézzük. Oka van annak, hogy kávéval kínálnak, csoki. Az egy csésze kávéteszt egyre népszerűbb a munkáltatók körében. Az interjú elején a főnök kiviszi a jelentkezőt a konyhába, és megkínálja egy csésze kávéval. Az interjú után a munkáltató azt fogja figyelni, hogy a jelentkező mihez kezd a csészével. Megkérdezi, hogy hova tegye, kiviszi a konyhába, vagy egyszerűen ott hagyja az asztalon. Ezt nem tudtam, hogy ilyen létezik, ez igaz? Ez hülyeség, ez létezik? Ezt mondja, azt állítja a módszer kitalálója, hogy ez a trükk nagyon sokat elárul az állásra pályázó személyiségéről és modoráról, sokkal többet, mint az interjú során adott válaszok. Megmutatja, hogy a jelentkező milyen hamar tudna beilleszkedni a csapatba, ilyenkor a legjobb választás az, ha a jelentkező az interjú után maga kiviszi a konyhába a csészét. El is mossa, várjál azzal. Mi az, nagyon hülyén érezném magam itt tizét. Valaki eljön interjúra, és utána megy a tizét, felhúzza a kesztyűt. És elmossa. Alapból, hogyha nincs egy mosogatógép cégnél, akkor köszönöm szépen, nem is akarom, hogy ide fölvegyenek. Másfelől meg azt hittem az a normális, hogy ellopod ilyenkor a csészt. Igen, csak így vagy összetörve. Igen. Mi van, ha nem kávézik tényleg, akkor mi lesz ezzel a teszttel? Csak kérek egy pohár vizet. Hát akkor azt is elmossa, vajon fertőtleníti-e azt a poharat, amiben víz volt. De az is... Mindegy, elfelejtett. Mindegy, úgyis. Jó, igazából a kávéval lehet tesztelni, az irodákban úgyis a munkaidő fele az, hogy a kávézóban trécselsz a többi munkavállalóval, vagy mivel... munkatársa, igen, bocsánat. De az amúgy, hogyha nagyon sok a mosattan, akkor lehet tartani egy állásinterjút? Szándékosan megváratnak. Ilyen is van. Ez a trükk. Már szerintem a legtöbb munkahelyen erre nincs idő, hogy még szándékosan várassanak, miközben ott áll egy csomó ember, és rég rossz, hogyha ilyen játszmákra ideje van valaminek. Jó, nekem arra van időm, hogy megvárassam ezt az embert, de lehet, hogy van ilyen pszichológiai hadviselés, nem? 8. körös interjúban vezérigazgató, így kérem, még 10 percet várnunk kell az interjú része. Ez a trükk az érzelmi stabilitást tesztelik stressz helyzetben, és azt is kiderítik vele, hogy valaki mennyire elszáll. Hagyjál már, most komolyan, most mennyire? Ha órákig váratod, akkor komolytalan lesz a cég. Bazeg, akkor én nem akarok ott dolgozni. Ha meg 5 percet váratod még 10 helyet, vagy 10-et, akkor nyomodogatom a telefonomat, olvasok, zenét hallgatok, érted? Ez most ki az, aki 10 perc várakozás miatt bármennyire ki van? Mondjuk akkor az mondjuk az tényleg, hogy valaki 10 percet váratsz, hogy kicsit várnia kell, és elkezd örjöngeni, akkor lehet, hogy jobb is, hogy nem vetted fel. Hát jó, de ezt olyan csak így lehet kiszűrni? A teljesen instabil embereket. Azzal is, hogy bemegy, és így kattog, tudom is én, milyen egy állásinterjú. Én voltam állásinterjú. Én voltam állásinterjú, te jó Isten. Én amúgy el szoktam járni így, nem tudom, évente párra, csak hogy így felmérjem a piacot. És most hova fogsz most, hogy már itt dolgozol? Az RTL klubba? Műsorvezetőnek, vagy mi? Hova kell a tudásod? Milyen állásinterjú fogsz elmenni? Hát most nem megyek állásinterjúra, Ádám. Ezt mondtam a én azt gondolom, hogy ha a piacon dolgozol, akkor ez fontos, hogy eljárjál, hogy így megmért, hogy hát máshol, hogyha dupla annyit fizetnének a tudásodért, akkor minek maradj ott, ahol vagy. Vagy akkor lehet, hogy jobb dílt tudsz ott is kialkutni magadnak, úgyhogy szerintem ez fontos. De hogy ja igen, arra akartam kifuttatni, hogy volt olyan, ahol mondták, hogy a következő kor az lesz, hogy a pszichológussal kellene beszélni, aki a cégnek a csapatát így rendbe tartja, hogy olyan karaktereket gyűjtenek, akik egymással jól tudnak dolgozni. És ez szerintem tök profi. És akkor nem kell 15 percet váratni, meg megnézni, hogy mosogat.
rájöttem, hogy nálad az lenne jó, hogy interjúztatnálak, és kérsz kávét, és mondanád, igen, de csak laktózmentes tejből, és így, na jó, fáradjunk ki akkor. Hirtelen kiabálni kezd. Felemeli a hangját, kiabál, akár még bántó szavakat is használ. Ez egy stresszes szituációt modellez. Én azt elkezdem nekem interjúztatni kiabálni, azt mondom, hogy jó, köszönöm szépen, nekem erre nincs időm. Legyünk már felnőttek. Milyen interjúban az meg, ahol elkezdenek ordibálni? És értem, hogy mi az a... Lejáratja a céget is vele. Szóval arra is szoktak figyelni, hogyha ugye egy cégnél egy csomóan felvételiznek, azért elméletek figyelnek arra, hogy az a csomó ember, akit nem vesznek fel, mindjárt mindig kevesebbet vesznek fel, mint amennyit nem, az pozitívan gondoljon vissza a cégre, erre is figyelnek már. Az, hogy elkezdesz interjú közben ordibálni, azt nehezen tudom elképzelni, hogy ez egy legit normális módszer. Mihez szükségesek ezek a skillek, hogy hát, hogyha az, mondjuk, hogy mennyire tűröd jól a stressz helyzetet, és azt tényleg hát, úgy tudom elképzelni, mint keletinél egy... az OTP-be fogsz dolgozni, mint tudjuk. Én amikor ott voltam, meg amikor te is ott volt, mind a kettő alkalma fél óra alatt olyan dolgok zajlottak le, hogy így ezt egy sorozatba kéne mutogatni. Szóval, hogyha nagyon unatkoztok, akkor menjetek el a keletibe, és üljetek be az OTP-be, és az előadás, amit ott látni fogtok, az szóval, na, az egy embert próbáló munka. Annak minden tiszteletem. Én úgy képzelem, hogy ez tényleg olyan, mint az Office-ben, hogy a Michael ott elkezdeni csak így kiabálni. Jó, mondjuk, hogyha ezt elvised, akkor tényleg utána tényleg a lábukat is belétörölhetik később, amikor felvesznek. Az interjúztató valami furcsa kéréssel áll elő, és megkér, hogy ugorj ki az ablakon. Hát nyilván kiugrasz. Igen, a hát következő ilyet módszer... is ritkán látok. Nem szokott előfordulni veled, amikor fénymásoltál, akkor nem kellett kiugranod. Mi a faszom, ki írja ezeket a baromságokat? A következő módszert alkalmaz ebben az esetben. Menjél haza. Az interjúztatót meglepheted azzal, hogy megkérdezed, hogyan fogja honorálni a cég, ha kiugra. Jaj, nagyon jó. Ugor ki az ablakon. Mennyiért? Ez az ember kell nekünk. Ez az ember pénzért. De mit csinálná, az anyját is kibassza az ablakon. Azt mondanád, hogy... Azt mondanád, hogy... Megkérdezni, ne haragudj, hogy sztrókod van? Édes Istenem, felbasztam magam. Az interjúztató hirtelen furcsán kezd viselkedni. Van, itt mindegyik egy sztrók. Amúgy tényleg, csak leégeted a céget. És ezt a háromat, először elkezdesz ordibálni, aztán elkezdesz mondani, hogy ugorj ki az ablakon, aztán meg elkezd nem figyelni, akkor azt mondanám, hogy bazdmeg ez a cég, én ezt ötször meggondolnám, hogy én ide akarok-e jönni, hogyha nem értem. Voltam ilyen interjún a Főkertnél. Másik trükk, hogy az interjú hirtelen különösen kezd viselkedni. Ez mit jelent, hogy elkezdott felugrik az asztal, és ilyen majomként, vagy oda megy, és a hajadból így eszik. Hirtelen oda szarik a tenyerébe, és elkezdi szétkenni az arcát. És ilyenkor mit kell csinálni? Ilyenkor arra kíváncsi vagyok, hogy a jelentkező hogyan tudja újra magára irányítani az interjúztató figyelmét. Az egyik legjobb módszer, ha megkérdezed az interjúztatót, hogy tegyétek át a meghallgatást egy másik napra. Amúgy ez jó, ja. Tehát hogyha szarral kenni össze magát. Soha napjára, bassz meg. Bemutatják, hogy előtted az egész csapatnak. Hát ez hihetetlen, ez elképesztő. Erre sose gondoltam volna. Ilyenkor mit kell csinálni, Ádám? Ez egy teszt, amelyel a munkatársak véleményét akarják megtudni a jelentkezőről, amit mondjuk egy köszönést nem tudom, hogy mennyire lehet, de hát azt felmérheti mondjuk a csávó, hogy mennyire basznál meg. Igen. A nők nyilván utálják. Hát nyilván, nézd, ez egy vonzó nő, látod már, hogy nézne. Ja, neki van férje, őt azért nem zavar. A igen. Másik kettő az igen, még... bibliárus. Ha jó csaj jön a céghez, akkor nyilván a csajok már rögtön utálni fogják, a férfiak meg ott fognak lihegni, meg röfögni a nyakába, és akkor megnézik, hogy ez mennyire ja, tetszik neki. Ha meg férfi jön, akkor nem tudom, mi van, ez kit érdekel. Hát akkor meg kell tudni, hogy melyik csapatnak szurkol, és hogyha nem érdekli a foci, ja. Akkor végül is mindegy, akkor elődögél majd az asztalon. A főnök lejti a tollát. És néz, hogy nézik. Hogy nézi mindkettő. Ezt el tudom képzelni egy állásinterjún. Én is. Odarugom neki, tessék. Ha ösztönösen lehajolat odért, akkor nagyobb eséllyel fogja megkapni a munkát. Ha viszont kivárja, hogy nyilván a lehajolsz, a közel esik hozzá, ez az ilyen illem. Vagy rögtön el is rakom, hogy jó, ez már az enyém. Ez jó. A hetedik? Remélem, sokat segítettünk oda. Szerintem, nem? Ez kurva jó. Hogyha egy ilyen állásinterjún vagytok, akkor most menjetek haza. Szerintem mindent megtudtatok, ami egy állásinterjúhoz kell. Egyszer nem lehet, hogy kérdésetek legyen továbbia. Még csomó fontos dologról nem beszéltünk. Új megafonosok, óriási robbanás történt, új Whisperton visszatért a YouTube-ra több mint fél év után. Rengeteg fontos dolog, sajnos nem kimarad, de nem kell aggódni még, mert hát ugye holnap csütörtökön elindulunk a Vadember turnéra, de attól még reggel még nyomunk egy adást, szóval. A kérdés már csak az? Vagy még akartam mondani?
holnap ismét itt leszünk. Hát még a fókuszcsoporton kívül utoljára egy jól van ez így, úgyhogy addig... pedig találkozunk személyesen. Csomó vidéki, személyesen találkozunk, megiszunk egy fröccsöt, mindenki mással meg... Holnap itt találkozunk. Mert mi itt leszünk. És ti? Itt lesztek?